Megtartották a Fame Musical bemutatóját a Vörösmarty Színházban, a darabot Hargitai Iván rendezésében láthatja a közönség. Erről beszélt Myers. Rögzít ezt az érzést. Rögzít, hogy később elő tud hívni. Építkezz magadból. Játsz, de magad nincs. Úgy, mint Kathy Hubbard. Úgy, mint Jack Beach. Átlátás ez nem jó. Mentelés a szín. Hasznosít az élmény. A Fame, a hírnév ára korszakos musical bemutatásával kivételes feladatra vállalkozott a Vörösmarty Színház. Az előadás rendezője Hargitai Iván számára is nagy kívás volt a castingon kiválasztott fiatalokból csapatot építeni, olyan csapatot, amely kész a fiataloknak fiatalokról szóló darab eljátszására. Meglepetés vagy ajándék, szóval, hogy hát úgy álltunk neki ugyanolyan komolysága, mint bármelyik másik munkának. Annyi a különbség, hogy egyszer csak így... Azért ilyen 10 évente van ilyen, hogy valahogy ilyen olyan körülállás van, pláne a zenés műfajnál, ami ugye mindig azt mondjuk, hogy zenés műfaj, könnyű műfaj. Nem csak olyan értelemben, hogy hát olyan szempontból szokták mondani, hogy könnyű műfajnak, hogy könnyebben befogadható, oldottabb, viccesebb, aranyosabb, bájosabb, nem tudom micsoda, és hát azért tudjuk, hogy ebben a műfajban azért a Nyomorultaktól a Jézus Krisztus szupersztáron, hát azért nem csak ez a fajta könnyedség létezik, hanem lehet ezt a műfajt talán más gondolatokkal, értékekkel is csinálni. És hát ez egy olyan csapat jött össze, aki azt gondolom, hogy hát azt lehet mondani, hogy ha úgy fog sikerülni a dolog, ahogy ezt gondoljuk valószínű, akkor ez nem egy előadás lesz, hanem ez egy ügy. Nem titok, a darab Rovó Tamás koreográfus számára is magában hordozza a musical játszás összes értékét, tapasztalatát, hiszen nagyon pontos életképet mutat arról, hogy a mai tehetségkutatók világában a könnyű siker a sztárság tiszavirág életű, ha nincs mögötte munka, áldozat és harc. Nehéz megszólalni egy összpróba után egy fantasztikus csapat, és tényleg nagyon nehéz, mert... Olyan iszonyatos módon dolgoznak, és olyan alázatosak, és olyan szinten teljesítenek, amit én 25 éves pályafutásom alatt színházban még sose láttam. Tehát ezt is nagyon őszintén és komolyan mondom. Nagyon-nagyon nagy kihívás, iszonyatosan kemény munka, tehát gyakorlatilag mi most már azért két hónapja tulajdonképpen reggel 9-től este 10-ig. Iszonyat sok táncpróba, nagyon kemény táncok, nagyon sok ének, nagyon komoly színészi feladatok, tehát hogy ez egy... Nem is tudom, hogy én csináltam-e valaha életemben ennyire komplex előadást, mint ez a mostani. És hát óriási várakozással tekintek én az elé, hogy a nézők mit fognak elszólni. Én magam is, aki alkotom ezt a darabot táncilag, sokszor borzongva ülök a nézőtén, és tényleg azt látom, mert ezek a fiatalok egész egyszerűen valami olyan elementális erővel képesek próbálni, hogy volt itt olyan próba, amikor gyakorlatilag az egész színpad elérzékenyült, és mindenki sírt. Tehát a színpadon lévők, a rendező környezet, én sírtam, a rendezőasszisztens, mindenki egyszerűen olyan pillanatok teremtődnek a színpadon, hogy valami fantasztikus. És én azt gondolom, és nagyon bízom benne, hogy az előadás is az lesz. A darabban a szereplők önmagukat játsszák, lelkes, feltörekvő színészeket, zenészeket és táncosokat, akik remélik, hogy egy nap az ő nevüket is ugyanúgy ismerni fogják, mint a musicalt. Egy bizonyos, ez egy bakancslistás darab, ezzel a csapattal mindenképpen. Az első pillanatokban azt hittem, hogy mi egy színdarabot fogunk próbálni, aminek Fém a címe, de minél inkább megyünk beljebb ebbe a próba folyamatba, és közeledünk a bemutató felé, azt érzem, hogy mi ezt a darabot nem próbáljuk, hanem tényleg éljük. Tehát a zenészeknek
zenét kell próbálniuk, a táncosok iszonyat sokat melóznak szabadidejükben a rúdnál, itt a színpadon, a próbateremben, a rengeteg énekpróba van, tehát gyakorlatilag ebben a színházban lett egy művészeti iskola az elmúlt két hónapban, és gyakorlatilag megtöltjük az egész épületet, mindenhonnan zene szól, mindenhol izzadt, táncos, csapzott emberek jönnek, mennek a folyosón, akik elképesztő fáradtak a egész napos próbájuk után, úgyhogy hát nagyon jó azzá válni úgy igazán, amit a színpadon is alakítunk. Hála az égnek volt már lehetőségem sok előadásban játszani, de az, ami itt megszületik és ami itt van közöttünk, ilyet én még nem tapasztaltam, és ezt teljesen őszintén mondhatom. Az, hogy egy ilyen csodálatos csapat, egy ilyen jó előadást csinálunk, ez hihetetlen, és nagyon fájdalmas, szó szerint, mentálisan és fizikailag is, de azt gondolom, hogy ez a munka, ez most megérik, és nagyon bízom abban, hogy ez el fog jutni a nézőkhöz, mert csodálatos lesz. A Carment szintén kettős szereposztásban játszó fiatalok számára is élményt jelentett minden a színpadon töltött pillanat. Kiderült, hogy az Iván nagyon jó pedagógiailag, és ugye mi pályakezdők, nekünk ez nagyon fontos. És valahol sejtettem, hogy ha csinálunk egy előadást, és egy ilyen előadást, akkor valami teljes dolog fog születni, és sokkal többek leszünk általa. Tehát maga a próba folyamat, ugye egy tanulási folyamat is, tehát nem csak dolgozunk, hanem tanulunk is. Úgyhogy én bíztam benne, hogy ez így lesz, hogy összerakjuk a magasságot, mélységet, mind lelkileg, mind a táncok szempontjából, illetve nyilván a zene oldaláról is. Amikor ugye kiderült, hogy bekerültem az előadásba, és megismertem a társaimat, akkor éreztem, hogy itt valami különleges, itt valami megismételhetetlen fog születni, mert egy olyan csapat részese lehetek, ami még életemben soha nem volt, és szerintem kevés embernek adatik meg, hogy egy ilyen szuper és remek csapat részese lehet. Sok tényezőnek kell összejátszani ahhoz, hogy valódi érték szülessen. Ez a musical a fiatalok útkereséséről szól, miközben bepillantást enged a kulisszák mögötti világba is, amely már korán sem olyan csillogó, mint ahogy az kívülről látszik. De mi a darab láttán reménykedhetünk, hiszen tudjuk, hogy a tehetség egy szerencsés állapot, és a fém valóban róluk mesél. Csak hogy itt vagy. Megrakjam a kazán? Már megraktam. Az Egérfogó Agatha Christie 1952-ben bemutatott színdarabja jelenleg is a legmagasabb előadásszámú produkció Londonban, a West Enden. Így korán sem véletlen, hogy hazánkban is előszeretettel tűzik műsorra a színházak. A darab most Horváth Csaba rendezésében megérkezett a Vörösmarty Színházba is. Kihívás nyilván, és hogyha lehetőség van arra, hogy valamilyen reflexió történjen meg az előadás során, ami a napjaink problémáit vagy aktualitását behozza, akkor azt nyilván fontos kihasználni. Fiatal Ralston házaspár panziójában vagyunk, távol az emberektől, a világtól, abban a zárt játéktérben, a hótorlaszok közé ékelt bűnügyi laboratóriumban, amelynek az írónő szokása szerint még a telefonvezetékét is elvágta. Egyelőre csak azt tudjuk, hogy a Calver utcában megöltek egy nőt, s a feszültség egyre nő. Nagyon izgalmasnak találom, mert a vendéglátósokon óriási súly van, hiszen az ő panziójukban történt az egész gyilkosság, amiről aztán szó van. Szerintem akkor járunk jól, hogyha valóban, ahogy te is említetted, egészen a végéig tudjuk húzni ezt a feszültséget. Az előjátékok után aztán sítalpakon megérkezik Trotter a nyomozó, s kiderül, hogy a gyilkosnak a panzió lakói között kell lennie. Ez egy olyan típusú előadás,
lesz, remélhetőleg legalábbis a darab mindenképpen alkalmas rá, hogy a nézőt behúzzuk ebbe a lélektani feszültségbe, és végig kövesse velünk ennek az egésznek a drámáját, izgalmát és a nyomozás részleteit. Agatha Christie egyik kelepcéből a másikba csalja 2,5 órás elmetornára a nézőt. Csiki-csuki játék, észbontó megoldással a végén. Werner Schwab a kivételes tehetségű osztrák drámaíró darabját mutatta be a Vörösmarty Színház. A Pisztáciat és Mogyoró című dráma Zsótér Sándor rendezésében került a közönség elé. Megzavartad a délutáni alvásom. És a félbeszakított délutáni alvásom miatt egy álmatlan éjjel előttem, mikor is az érted érzett aggodalom szívemet és egész keringési rendszeremet folytogatja majd. A Vörösmarty Színházban Zsótér Sándor rendezésében bemutatták az osztrák dráma Fenne gyerekeként számon tartott Werner Schwab 1991-ben született Pisztácia és Mogyoró című művét, amelyet magyar színházak eddig keveset játszottak. A tömör megfogalmazásokkal, humorral látszó dráma egyik főszerepében Varga Máriát köszönhetjük. És legalább az én jelenlétem nem felejts el, hogy maga több lehet egy beszélő állatnál, amely sajnálatos módon szaporodik. Tehát ez mégse kell nekem! Járja le a kifolyóját, Kovács! Ennek nagyon-nagyon a mélységére kell jutni, ennek a hihetetlen tömör megfogalmazásoknak. Ebben csodálatos munkafolyamatunk volt Zsótér Sándorral, a rendező úrral, akivel tulajdonképpen a pandémia alatt, amikor ugye nem tudtunk próbálni, hetenként találkoztunk így a számítógépen keresztül, és elemeztük a darabot, és ennek egy csodálatos élménye volt. Tulajdonképpen az egész olyan, mint egy opera mű. Hihetetlen tömörséggel, mélységgel, humorral, iróniával, abszurditással telítve. És ebben a kollégáimmal remek hangot tudunk, úgy hiszem, megütni a rendező úr által, aki ezt hihetetlenül vezényelte le velünk. Az új színpadi nyelv egyik európai ikonjának darabja egy bérházban játszódik, ahol a vallásos közeg találkozik a jómóddal, a diplomás magasságok a kispolgári attitűddel, mélységekkel és magasságokkal együtt. Én nem is elek nagy hasat a testemen. És a hajam sem húzódott még hátra. És nekem vannak a legcsinosabb nőstények az egész világon. Így aztán belátható időn belül hamarosan 2 kiadós lakodalomnak kell elkövetkeznie. Közeledj apaiságomhoz, és engedd leányemberi testedet megtekintenem. Nagyon kemény próbafolyamaton vagyunk túl, ugye 2 részben történt. Júliusban próbáltuk a nagy részét, és most októberben pedig igazából a főpróba hét, ami következett, hát nagyon-nagyon mély lélektan, illetve szellemi munka, ami azt gondolom, hogy a színészek számára mindig ajándék, hogyha olyan anyaggal foglalkozhat, ami minden hogyan megmozgatja. És biztos vagyok abban, hogy azok a nézők, akik eljönnek erre az előadásra, nagyon-nagyon sok mindent fognak kapni szellemileg és lelkileg is. Az abszurditás és a valóság találkozik, az valami fenséges. Abszolút fenséges, és hogy mennyire abszurd és mennyire valós, illetve kinek lesz abszurd és kinek valós, pont ez benne a fantasztikus, hogy ki mit fog ebből leszűrni, és melyek azok az elemek, amelyeket hazavisz majd. Az biztos, hogy a mindennapi életünkről szól, és hogy abban is biztos vagyok, hogy mindenki úgy fog elmenni erről az előadásról, hogy gondolkozni fog az életéről. A család és szomszédi együttélés hétköznapi surlódásait Schwab már-már apokaliptikussá fokozza azzal, hogy mindenki kimondja, amit gondol, ami konfliktusokat szül, ahol az abszurditás és a valóság találkozik. Az öreg asszony azonban valóban egészen valóságosan egy gonosz boszorkány. A múlt héten a lépcsőházban egy répát dugott a retikülönbe, és azt mondta. Utálom a répát, de neked olyan mindegy, kedvesem. Rád nem érdemes mérgezett almát pazarolni. Egy ilyen korpulens gyerek, amilyen te vagy. Korpulens, ezt mondta. Nagyon bravúros a szöveg. Van egyfajta trágárság, ahogy ők beszélnek, ez a
ezek az emberek, akikről ez szól egymással, de olyan nyelvi leleménnyel vannak ezek a szófüzérek megalkotva, hogy tulajdonképpen egyfajta költészet is egyben. Tehát nagyon, nagyon érdekes anyag, nagyon, nagyon nehéz szövegszínészként, tehát mindnyájan megküzdöttünk vele. Ugye Zsótér Sándor egészen egyedi figurája, azt hiszem, hogy a mai magyar művészeti életnek, és ő, ahogy ehhez hozzányúlt, és amennyit tudott róla, és amennyire felkészült volt, így megfogta a kezünket, és így végigvezetett ezen az úton. Zsótér Sándor rendezése ismét megmutatja a köznapi lét hiteles ábrázolásával, hogy az a szemlélődő álomvilág, amit hajlamosak vagyunk valóságként elfogadni, bizony nem több, mint önmagunk becsapása, amelynek ára van. És most legjobban teszed, ha bemész a konyhasarokba, és beletörölgeted az edényt a kredenc belsőjébe. És azután még a teli szemetes vödör is elvárja a figyelmedet, mert le kellene kísérni őt az udvarra. De téged nem kell félteni. Meg vagy kenve minden hájjal. Aztán persze a csőd biztos is meg lett kenve, hanem is hájjal. Hogy ne verje a nyálát, hogy nincs elég bevétele az eljárásból. Te olyan vagy a pénzügyek terén, mint egy felfedező. Havonta kiáltod el magad, hogy pénz! Pénz van a láthatáron! A cégvezetőből Háj János 2020-ban megjelent azonos című regényéből Perccel Enikő dramaturg és Sági Tamás színművész készített színpadi változatot. A dramaturg kivételes lehetőséget teremtett Sági Tamás számára, hogy korszakos monodrámával gazdagítsa a magyar színházi életet. Jött a pandémia, és leállt a színház. És a Tamás felhívott engem telefonon, Sági Tamás, hogy ő szeretné kihasználni ezt a helyzetet, arra, hogy végre foglalkozzon egy anyaggal olyan elmélyülten, amire soha nincsen idő, amikor ugye pörög a színház, jönnek az előadások, és hogy esetleg van-e bármilyen ötletem, hogy milyen anyaggal foglalkozzon, és legelőször azt mondtam neki, hogy én szerintem hagyjuk a jól bevált monodrámákat és már ismert klasszikusokat, gondolkozzunk kortárs magyar írókban, és aztán egyszer csak szembe jött velem a Háj János cégvezetőjéről egy írás, aztán ugye később Libri irodalmi díjra is jelölték, és elolvastam, megrendeltem a könyvet, elolvastam, Tamásnak is elküldtem, aki azonnal beleszeretett, és már tárcsázta is Háj Jánosnak a számát, hogy elkérje tőle a jogokat, meg egyáltalán a beleegyezését kérje. Nehéz volt folytatnod az érzelmileg máshová pozícionált történetet, de folytattad, mert hittél abban, hogy érzékeltetni tudod velük, hogy milyen mély érzelmek lobbantak fel benned. A többiek hallgat. Sági Tamás régóta kacérkodott egy önálló est egy monodráma gondolatával, aminek a megszületését végül a koronavírus okozta kényszerszünet tette lehetővé, a 370 oldalas regényből egy óra 20 perces előadás jött létre. A cégvezető története, ami a regényben nagyon sok szálon fut, legalább 10 szál, de most csak mondtam egy számot, ebből én kiválasztottam 3 főszálat, amit végig tudok vinni az elejétől a végéig, mert nem éreztem jónak, hogyha belekapok mindegyik szálba, nem lett volna kerek a történet, illetve körülbelül szerintem egy olyan 6-8 óra hosszúságú lett volna maga a darab. És akkor arra gondoltam, hogy legyen 3 szál, de azt akkor az elejétől a végéig, ahogy a regényben is van, szinte végig tudom vinni. És tulajdonképpen ez a 3 főszál nagyon pontosan végig viszi a cégvezetőnek mind a magánéleti válságát, a problémáit, a kétségeit, oda, ahol eljut a végén, és mellette azt a fajta morális állapotot, amiben mi élünk, egészen a rendszerváltástól, azt rendkívül pontosan és jól fejezi ki Háj. Azt azért ezt lehetne mondani, hogy itt még véletlenül sem gondoljon senki aktuál politizálásra. Itt nem erről van szó. Egyáltalán egy név, egy, szóval semmi nem hangzik el. Talán annyi, hogy a 80-as évek, azt hiszem, hogy elhangzik benne, hogy onnan kezdődik tulajdonképpen a rendszerváltástól az a fajta, hogy mondjam,
morális közeg, amiben mi élünk. Nem. Nem fogtad meg az Isten lábát. Csak egy nőjét, egyre feljebb. És amikor végre elváltál, legfelülre kerültél, mert a titkárnő egyelőre még olyan volt, mint a kezes bárány. A búsuló juhász egyetlen öröme a furujáján túl. A kölni terrortámadás és a gyerek még hátra. A munkában Hargita Iván rendező konzulesként segítette az előadás megvalósulását. Sági Tamásnak a találmánya volt, és gyakorlatilag ezt ő is küzdötte végig 99%-ban, elejétől a végéig. Ez egy nagyon, nagyon bátor vállalás az ő részéről. Azt gondolom, hogy ő színészileg abba az időszakba jutott, amikor azt érezte, hogy kötelezőnek érzi azt, hogy kipróbálja magát ebbe a rendkívül nehéz műfajban. Tehát a monodráma az egy borzalmasan nehéz műfaj. Az, hogy lekötni a nézők figyelmét egy másfél órán keresztül egy embernek, az nagyon-nagyon-nagyon komoly színészi kihívást jelent. És azt érezte, hogy ebbe szeretné magát megmérettetni. Én ezt nagyon-nagyon támogatom, egy nagyon tehetséges színészről beszélünk, és azt gondolom, hogy ez az anyag, egy ilyen anyagot általában azért a színész szinte magának kell, hogy megtaláljon. Nem is a igazgató, vagy a rendező, vagy barát, hanem ezt neki kell megtalálni. És ő ezt olvasta, ezt a regényt, nagyon megtetszett neki. Perc Enikő, mint dramaturg segített abba, hogy ezeket a szöveget, nyilván hát az egész regény nem tud megjelenni, hogy ez hogyan kell kezelni ezt a szövegmennyiséget. Egyeztetek az íróval, Hályi Jánossal, és én csak utána léptem ebbe a történetbe. Nekem nem volt több a szerepem, mint egy ilyen supervisor voltam ebben a helyzetben, hogy egy kicsit inkább beszélgető, vitatkozó partnere lenni egy-egy résszel kapcsolatban. A történet nem csak a cégvezető magánéletét mutatja be, hanem nagyon pontos társadalompolitikai vetülete is van. A társadalom morális és etikai állapotát is megkapja a néző Hály Jánostól a 70-es évek közepétől napjainkig. Holott te annyira vártad az együttlétet, hogy bármiben benne lettél volna. De ez a bármi nem lett felajánlva, és nem lehetett kikövetelni sem, mert a veled élőnő csak azt mondta, hogy miért csinálnak azt a bármit, amikor így is jó. És te nem mertél elmondani, hogy így nem jó. A Vörösmarty Színházban szombaton lesz a Búsképű lovag, Don Quixote de la Mancha, Szörnyűséges kalandja és Gyönyörű szép halála című darab premierje. A Gyurkó László parafrázis rendezője Bagó Bertalan, elsődleges célja pedig, hogy Don Quixote történetén keresztül példát mutasson elkötelezettségből. Azt gondolom, hogy maga a téma kihívás, az a kihívás benne, hogy ezt kvázi olyan embert, akire azt mondja mindenki, most a Don Quixote-ről beszélek, és a környezete azt gondolja, hogy nem normális. Tehát azokat az elveket és azokat a erkölcsi kérdéseket hordozza, akár szeretetet, meg olyanokat, azt tulajdonképpen hogyan fogadja a mostani közönség. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ezeket eljátsszuk és elmondjuk nekik, mert főleg ez egy fiatal generációnak készülő előadás. Azt gondolom, hogy a nézőtéren még vannak olyan, vagy reményeim szerint vannak olyan emberek, akik olyanok, mint Don Quixote. Mert nem a fegyver teszi a lovagot, Sancho, nem is a kalipa, hanem a lélek. A igaz úton járunk, igaz szívvel, nincs ellenfél, aki legyőzhet bennünket. Márpedig, uram, az a legfontosabb. A darab kulcsmondata, a kötelesség fontosabb, mint a remény. Ennek tükrében a címszerepet alakító Andrássy Máté számára is komoly üzenettel bírnak a Búsképű lovag megpróbáltatásai. Felelősségvállaló. Én ezt a szót tudnám, ez határoz meg engem is most, és ezért volt egy nagyon jó találkozás ezzel a szereppel, vállalni a súlyát. Nincs olyan, hogy az én Don Quixote-m, azt hiszem. Ez egy gyönyörű, szép, klasszikus szerep, és nagyon hálás vagyok, hogy gyűrkőzhetek vele, vagy hát, hogy birkózhatok vele. Mert tudjátok meg, az élet túl rövid, hogy kimerjünk minden csekét, de elég hosszú ahhoz, hogy feladatunkat teljesítsük. Én, Don Quixote de la Mancha, akit bizonyos okokból búsképű lovagnak neveznek, elhatároztam, hogy magam is útra kelek, és felmutatom a gonosz varázslókat. Sötét lelkű óriásokat, embernyomorító sárkányokat, kik oly sok helyen sanyargatják a jóra való embereket, és megküzdök velük,
Életre, halálra! Sokáig éljen a nemes Don Quixote! Ez az én kötelességem, hogy ezzel birkózzak, és hát ott a remény, hogy ez a harc ez igazából saját magammal folyik, és folyt végig, és folyik ma is, meg amíg játsszuk, meg nem csak ezzel kapcsolatban. És én nekem ez a felelősségvállalás. Felvállalod a felelősséget, és utána neki mész, és nem baj, ha belebuksz, mert a jutalom, amit kapsz, még ha meg is buksz benne, az önmagát fizeti. Így érek körbe, azt hiszem ezzel a szereppel. Várj, uram, várj! Nem úgy van az, a harmadik rész bennünket illet. Mi tettünk igazságot? A Busképű lovak szolgáját, hűséges fegyverhordozóját, Sancho Panzát, Sarádi Zsolt játsza, akit példázattá magasodó magatartása, hűsége okán az örök segítő szerepében köszönhetünk. Sanchónak csak kötelessége van, neki nincsen kie Don Quixotén kívül. Ő minden őrületen keresztül megy a gazdájával, látja, hogy miben vesz részt, de a gazdája kedvéért megpróbál a játszótársa lenni. Jurko László új formába öltöztetve a klasszikust, a becsületről, a hitről, az emberi erényességről, az igazság szolgálatáról beszél, s a valóság és álom határán ügető lovak hősies kalandjai árán elnyeri végül az örök hírnevet és dicsőséget. Történet a gyerekkor csodálatos világában játszódik. A Vörösmarty Színház Kerkai Rita rendezésében mutatta be Csukás István utolsó, külön a Fehérvári Színház felkérésére készült Diótöröcske című mesedarabját. Az előadást Kerkai Rita jegyzi, aki alapos kutatómunkával állt neki a koncepció kidolgozásának. A Kossuth Díjas költő meséjének ősbemutatójával a nagy mesemondó előtt tiszteleg az alkotói gárda és röpíti mostantól a gyerekeket a varázslatos mesevilágba. Volt egy csodálatos diótörő előadás évekkel ezelőtt itt Fehérváron, amit azt gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha valahogy nem tudom annak az előadásnak a története vagy varázslatossága valahogy egy picit át tudna öröklődni a most készülő előadásba, illetve az, hogy hát Csukás István sajnos nem érhette meg a bemutatót, és valahogy szerettük volna azt, hogy ez egy ilyen keretként bekerüljön a történetbe. És ezért elkezdtük a szöveget úgy vizsgálni, hogy összehozható-e Beckett utolsó tekercsével. És annak az instrukcióit használva, vagy átemelve elkészítettünk egy keret történetet, amiben valójában ez a darab születése. Szóval miközben látjuk magát a mesét létrejönni, ezt a káprázatos mesevilágot. Milyen éjszaka a fa maradt. De még egy kis csoda, ha mindenki aluszik, paplan alá elbújik. A darab fő vezérmotívuma az elfogadás, legyen szó a gyermeknél önmaga elfogadásáról, vagy a másik hiányosságairól. A gyermeki barátság szövődéséről szól, ahogy a kisemberek megpróbálják önmagukat definiálni. A darab zeneszerzője Matkó Tamás számára, aki a Nuka a világjáróban már belekóstolt a társulattal közös munkába is, nagy kihívás volt ez a mindenkihez szóló előadás. Az nincs benne a tervben, hogy most egy bizonyos stílusban, egy konkrét zenei stílusban fogalmazzunk meg, hanem sokkal inkább az van, hogy amit kiad maga az anyag, tehát ebben nagyon lazán és eklektikusan gondolkozunk, hogy bizonyos helyek, amit indokolnak, olyan zenei nyelvet fogunk hozzárakni, és ebben van, igen, vannak 21. századi stílusok, de ugyanúgy sok esetben visszanyúlunk egészen, vagy akár beidézünk konkrét zenei témákat a zenetörténet különböző pontjaiból. Az álmomból ébredve, szinte már elfeledve, a darab dramaturgia Perccel Enikő, aki végigkísérte az alkotói folyamatot Csukás Istvánnal, amelynek az író minden idők legnagyobb magyar mesemondójának fájdalmas halála vetett véget.
2017 karácsony előtt tartottunk egy műsorterv megbeszélést a Vörös Marti Színházban, és arról beszélgettünk, hogy kéne újra igazi, nagy színpadi gyerekdarabot iratni, ami új, ami a miénk, ami a kortárs, és hogy kit kérjünk fel ennek a megírására, és hát egyből mondtuk, hogy hát a legnagyobb meseíró Csukás Istvánt. Akkor nekem jutott az a feladat, hogy keressem meg Csukás Pista bácsit személyesen, és kérdezzem meg, hogy van-e kedve mesét írni nekünk. A sok minden ötletet felírtunk, de végül a Diótörőre esett a választás, azzal a kitéttel, hogy ne csupán egy karácsonyi mesedarab legyen, hanem az év bármely napján műsorra lehessen tűzni. De mivel még csak gyerek vagyok, az lesz a nevem, hogy Diótörőcske. Jó, de mit kell csinálni egy ilyen fővezérnek? Parancsolni! A hűkatonák mindegy. Nagyon örömmel elvállalta felkérést, aztán beszerzett mindenféle diótörő feldolgozást, ugye ha van mesén túl, és akkor így elindult egy közös gondolkodás, ő is faragta a dolgokat, a szereplőket kiválasztotta, hogy kik legyenek a mese szereplői. Ugye hetente jártam hozzá, tehát mindig akkor beszélgettünk egy órát arról, hogy milyen szereplők maradjanak, így kerültek ki a felnőttek az ő történetéből, és így lett az Egér királyból Fekete király. Kerkai Rita és alkotócsapata egy olyan mesevilágba kalauzolja el a gyermekeket és felnőtteket egyaránt, ahol minden varázslat megtörténhet. A mese életre kell, mert a mi szívünk együtt dobog, mert a történet a gyerekkor varázslatos világába vezet, ahol minden és mindenki életre kell.